8 gyerek. Még mi ketten, azt mondják. A nagyobbik lányt azt most műtötték a nyár elején tisztába. Az egyik petefészkét ki is vették. Tavaly műtötték a kezébe, mert születési rendelenség ilyen esorozban jött a alkarja. Akkor az idén aszmás és polallergiás, a gabeszű meg autista. A Vivian az meg nehezen tanul, neki nagyon nehezen a tanulás. A Gabóca, a Gabriella, ő meg ilyen szellemvilág, nem szellem, hanem saját világában. Nem azt mondja, amit látott, hanem amit elképzel. Igen. Ide rohanni, oda rohanni, beosztani, hogy mikor, hogyan, merre, mit. Tehát a naptárban mindig föl van, hogy mikor, hova kell menni, mikor, mit kell csinálni. Sokszor van az, hogy cserét tudok kérni a kollégákkal, hogyha úgy van, hogy egyszerre két helyre kell menni, akkor amikor beszélek a kollégákkal egy cserét, hogy tudom, éjszakára megyek helyettük, és akkor úgy tudok menni, akkor be tudok így asszonynak is, mert hogy ő menjen már három helyre egyszerre, mert ugye vannak időpontok, amikor pont, ugye, a pont mindenhova ott kell menni, és akkor így nehéz. Viszont hatalmilag meg aztán rettenetesen nehéz, pláne amikor Pestre kell menni, akkor meg aztán nem csak nekem volt elegem abban, hogy nincs meleg víz, hanem kollégáknak is. Csak vannak, akik nem mennek, van, aki nem mer, van, aki nem akar, van, aki nem tudja hogyan. Miért vállal be egy 8 gyermekes családapa egy ilyen akciót idézőjelben? Miért tartottad ezt fontosnak? Azért, mert mikor az ember kezet akar mosni, olajos. És nem tudja megmosni, mert egyszerűen simán a dőzsi nem viszi le, kell ahhoz a meleg, hogy levigye azt az olajos retkes. Van egy-két kolléga, aki Török Bálintrevel például az egyik, a másik Héregről. Szóval, és azért buszozunk, vonatozunk, azért ugye az embert lenézik a vonat, hogy nem tud egyszerűen megmosakodni, megküldeni, hogy úgy menjen haza, hogy tisztán. Én is az öltem, ugye mindjárt a gyerekek azzal kezdték, a három kicsi szeretett, mindig azt csinálja, hogy hazajövök, és akkor jártunk, birkózás, vizé, és ugye úgy retkesen nem lehet, először el kell menjek lefürdeni, de addig amire én ugye hazajövök, meg ugye akkor lefürdök, addig amelyek már alszom. Egyik másik kolléga mondta, hogy nem is tudom, hova akarja bejelenteni, mondtam neki, várj egy kicsit, mondom, ne jelents be, mondom, először is beszélek a szakszervezette, hogy na, ebből az ügyből, mondom, hogy mit tudok kihozni, nem tudtam, milyen paragrafusok szerint, meg mi a módja, igen, köszönöm, mi a módja, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni, hogyan tudnám ezt anélkül, hogy mindig kevesebb Felhajtást, igen. Uh-huh. Legyen belőle az egészbe. És így elküldöm, hogy megtudtam, és így akkor mindenek is álltam a dolgoknak, hogy akkor itt most megállunk, mert ez így nem lett tovább. Mindegyik megköszönte, sőt, néha már, őszintén megmondom, néha már terhesnek érzem, amikor mondják, hogy hős vagyok, pedig nem vagyok hős, egyszerű dolgozó vagyok, mint bárki más. Csak már elég volt abból, hogy nincs meleg víz, nem tudok lefürdeni, nem tudok kezet mosni, nem tudok tisztálkodni, nem tudom elmosni az edényt, amiből eszek, szóval ebből már elegem volt. Mindig már én meg hős vagyok, meg sztár, meg nem tudom mi, de én egyik sem vagyok. Ugyanolyan ember vagyok, mint bármelyikünk, semmire se külön. Most ugye itt van az is, hogy most a bakancsokat szeptember 1-től kerültem vissza tatabányára, azóta még nem kaptam semmit. Szóval nem csak én, szerintem egyik tolatásvezető kolléga sem. Szóval nem tudok róla, hogy ők kaptak volna. Viszont a kollégának már elég csúnyán szét van szakadva a bakancsa hátulja, akkor válik a talpa. Ő is tervezi azt, hogyha mihelyt beázik a bakancsa, akkor azt mondja, hogy akkor megáll, és akkor
készenlétbe helyezi magát, tudjon, hogy akkor felírja a szakszervezetet, és akkor, hogy mit tenni, mi a következő lépés. Ezt említetted is, hogy a utasítás teljesítésének megtagadására készül adott esetben a kollega. Te mit tennél egyébként? Hát őszintén nem készülnék, hanem meg is tenni. Szóval, mert elég esős az idő. Én megtenném, mert ugye megfázok gyerekekkel. Ebből lehet bármilyen szövődmény megfázásból is. Szóval az, hogy én átadjam a gyerekeknek, ugye itt azért sok gyerek van, hát azért én abban a pillanatban. Utána mi történt? Tehát volt-e valami retorzió? Nem ér semmi olyan, nem volt hátrányom ebből az egészből. Sőt, inkább pozitívban jöttem ki. Mondhatni, hogy pozitívan jöttem ki belőle. Ugye, ahogy a szakszervezetük kért a Bárány úr, hogy írja meg a gyerekek nevét, korát, meg hogy betegségét, iskola, ezeket a dolgokat, megírtam Dávid Ilonának, ennek a edzőigazgató asszonynak. Rá egy másfél-két hétre jött egy levél, már elnök vezérigazgató asszony. Kibontottam, mondom, asszony is meg volt ijedve, én is meg voltam ijedve, hogy most ez mi lehet. És akkor itt kibontottam a levelet, olvastam, hát akkor meg voltam lepődve, örültem is neki, hogy ugyan a lakás, amit a vasúttól bérünk, hát a vasúttól bérünk, ugye 15 ezer forint a kevesebbet kell 4 évig fizetni. Ez volt a levélben? Ez volt a levélben, igen. Köszönöm. Ugyanúgy a szakszervezetnek is, minden vezérigazgató asszonynak is. Mit mondanál azoknak, akik problémákkal küzdenek? Tehát ilyen videóeszközzel gondjuk vannak. Mit javasolnál nekik? Ne féljenek kiállni a saját igazukért. Munkáltatóval szemben. Mert az csak ennyi más szű. Álljanak ki magukért.